36. fejezet. Újabb rendkívüli események a vendéglőben. A fogadós az ajtóban állva e pillanatban így kiáltott fel. Ez ugyan szépséges vendégsereg. Ha itt szállnak meg, lesz akkora nagy cécó. Miféle népség ez? Kérdezte Kardénió. A csoport élén 4 fekete állarcos férfi jön lőháton, rövid kengyellel, lándzsásan és pajzsosan, mondta a fogadós. Nyomban utánuk egy fehérbe öltözött asszony, női nyerekben. Az is elfödött arccal. Utánuk 2 siheder gyalog. Közel vannak? Kérdezte a pap. Oly közel, válaszolta a fogadós, hogy már itt is vannak. Alig, hogy ez Dorotea meghallotta, arcát azonnal elfátyolozta, Kardénió pedig bement Don Quixote kamrájába, de erre is alig volt ideje, mert már a fogadóba értek, akiket a vendéglős említett. A 4 lovas leszállott, magatartásuk egészen előkelő és úrias volt, és oda siettek a nyerekben ülő nőhöz, hogy segítségére legyenek a leszállásban. Egyikük aztán karjába vette, s leültette a székre, mely a kamra ajtaja mellett állt, ahová Kardénió rejtőzött. Egész idő alatt sem a nő, sem a férfiak nem vették le állarcaikat, s egy szót se szóltak. Csupán a nő sóhajtott fel mélyen, mikor a székre leült, s karját olyan ernyetten engedte le, mint a beteg vagy ájulásig kimerült ember. A gyalogos inasok az istálóba vezették a paripákat. A pap mindennek láttán nagyon szerette volna tudni, kik utaznak ilyen öltözetben, s így szótlanul. Oda ment hát az inasokhoz, s tőlük kérdezősködött. Egyikük így felelt. Igaz lelkemre mondom, uram, én nem tudom kicsodák. Csak annyit sejtek, hogy igen előkelők. Kivált az, aki épp az imént, amit uraságod láthatta, karjába vette az asszonyságot. Ezt azért mondom, mert a többiek mind igen nagy tisztelettel viseltetnek iránta. Csak az történik, amit ő rendel és parancsol. És ki ez az asszonyság? Kérdezte a pap. Azt sem tudom megmondani, felelte a legény, mert arcát az egész úton se láthattam. Sóhajtani hallottam akárhányszor, és nyögni néha-néha oly keservesen, mintha minden nyögésére szíve szakadna meg. De nem is csoda, hogy nem tudunk többet, mint amennyit elmondtam, mert cimborámmal együtt mindössze 3. napra vagyunk kísérőben. Útközben találkoztunk velük, s felszólítottak, még kértek is, kísérjük el őket egész Andalúziáig, s megígérték, hogy tisztességesen megadják fáradtságunk bérét. És nem hallottátok véletlenül valamelyiknek a nevét? Kérdezte tovább a pap. Nem bizony, egyikét sem, felelte a legény. Olyan szótlanul utaznak ezek, hogy valósággal csoda, s egyéb hangot sem hallani köztük, csak a szegény asszonyság sóhajait és zokogását. Meg is sajnáltuk szívből, s azt hiszük, csak kényszerből megy oda, ahová viszik. Öltözetéből azt vettük ki, hogy apáca, vagy csak lesz, ami még valószínűbb, s alkalmasint azt teszi ilyen szomorúvá, hogy magának semmi kedve sincs az apácasághoz. Bíz az, meg lehet, jegyezte meg a pap, és azzal otthagyván az inasokat, visszament Doroteához, aki, amint meghallotta az elfátyolozott nő sóhajtásait, természetes részvétből odament hozzá, s így szólította meg. Mi baja, asszonyom? Ha talán olyasmi, hogy a nők tapasztalása vagy ügyessége segíthet, én szívesen felajánlom szolgálatomat. A szenvedő hölgy azonban csak hallgatott, s bárha Dorotea még élénkebben ismételte előbbi ajánlatát, nem felelt semmit, míg végre az az állarcos lovag járult elébük, akiről a legény az imént azt mondta, hogy a többiek mind neki engedelmeskednek. S így szólt Doroteához. Ne is fárassza magát, kisasszony, hogy ennek a hölgynek valamit felajánljon, mert az a szokása, hogy nem köszön meg semmit, amit érte tesznek. De még az se várja kegyet, hogy feleljen, ha csak valami hazugságot nem akar hallani ajkáról. Ez sohasem volt szokásom, mondta ebben a pillanatban a mindeddig mélyen hallgatag nő. Sőt, ellenkezőleg, éppen igazságérzetem miatt s azért jutottam ebbe a szerencsétlen helyzetbe, mert minden csalfaságtól iszonyodom. S méltán követelhetem, hogy ezt éppen ön bizonyítsa, mert hiszen éppen az én tiszta igazság szeretetem tette önt csalárdá és hazuggá. Kardénió egészen világosan és tisztán hallotta ezeket a szavakat, hiszen közel volt a beszélőhöz, és csak Don Quixote kamrájának ajtaja választott el tőle. És alig, hogy meghallotta, fennszóval így kiáltott. Szentséges Isten, mit kell hallanom? Milyen hang ütötte meg a fülemet? Erre a kiáltásra a nő meglepetten fordult meg, de minthogy senkit sem látott, hirtelen fölállt, és az ajtó felé sietett.
Mozdulatát a lovag még ideje korán észrevette, s azonnal feltartóztatta, hogy egy lépése tehetett előbbre. A zavar és izgalom közepette a nő arcán, tafota fátyola leesett, és páratlan, gyönyörű, csodaszép arc tűnt elő. Bár most halvány és ijedt volt, amint tekintetét oly hevesen villogtatta jobbra-balra, amere csak láthatott, hogy az ember azt hihette volna, talán nincs is eszénél. Dorotea és a többi jelenlevő nem tudta maga viseletének magyarázatát adni, de szívükből megsajnálták. A lovag vállon ragadva tartóztatta a nőt, oly fáradtságosan, hogy meg se igazíthatta meglazult állarcát, mely végre csak ugyan le is hult. Amint most Dorotea a nőt átölelve feltekintett, látnia kellett, hogy a lovag, aki szintén átölelte az asszonyt, senki más, mint az ő férje, Don Fernando. Alig, hogy felismerte, szíve mélyéből hosszú, fájdalmas jaj szakadt fel, s azzal ájultan hátrahanyatlott. Szerencséje, hogy a borvé ott állt közelében, s felfogta, mert különben a földre zuhant volna. A pap tüstént oda sietett. Félrevonta a fátyolt, hogy vizet locsolhassanak az arcára, s amint ekképp fölfedte, Don Fernando azonnal ráismert, mert valóban ő tartotta karjában az asszonyt, s egészen halára vált Dorotea láttára. Mégsem bocsátotta el Lucindát, aki megpróbált kibontakozni öleléséből, mert hangjáról ráismert Kardénióra, és ez is ő rá. Kardénió is hallotta az elájuló Dorotea jaj kiáltását, s azt hívén, hogy az ő Lucindája kiált, megrémülve rohant elő a kamrából, s legelső pillantása Don Fernandóra esett, amint karjával átfogta Lucindát. Don Fernando is azonnal felismerte Kardéniót, s mind a hárman, Lucinda, Kardénió, Dorotea, némán álltak bámulatukban, alig tudva felfogni, hogy mi történik velük. Mindnyájan hallgattak, s egymásra néztek. Dorotea Don Fernandóra, Don Fernando Kardénióra, Kardénió Lucindára, s Lucinda Kardénióra. Lucinda törte meg először a mély csöndet, s így szavakkal fordult Don Fernandóhoz. Bocsásson el, Don Fernando uram, ha egyébért nem is, legalább a saját méltóságának kijáró tiszteletből. Hadd simuljak a falhoz, melynek repkénye vagyok, az oszlophoz, melytől minden tolakodása, fenyegetése, ígérete, sőt ajándékai sem tudtak elszakasztani. Láthatja, hogy az ég mély szokatlan, s előttünk mély nagyon elrejtett utakon vezetett igazi férjem közelébe. S jól tudja, száz meg száz drága áron szerzett tapasztalásból, hogy csak a halál törölhette volna ki az ő képét emlékezetemből. Szolgáljon-e sok, világos tanúság arra, ha már egyébre nem szolgálhatna, hogy a szerelmet gyűlöletté, a vonzalmat bosszúállásá változtassa, s aztán vessen véget életemnek, s én boldog halálnak tartom, ha drága férjem szeme előtt halhatok meg. Halálom talán elegendő bizonyságot fog neki szolgáltatni hűségemről, és arról, hogy életem végső leheleteig ragaszkodtam hozzá. Eközben Dorotea is magához tért, s végighallgatta, amit Lucinda mondott, így megtudta kilétét. De amint látta, hogy Don Fernando még most se bocsátja el karjai közül, sőt, szavaira sem válaszol, amennyire csak lehetett, összeszedte minden erejét, fölemelkedett, odament hozzá, lábainál térdre borult, s gyöngyöző és szívreható könnyei özönét ontva, ekép kezdett szólani. Ha drága uram, a karjaidban tartott napfogyatkozó, napsugarai, a te szemed világát el nem vették, s meg nem vakították. Meg lehet, talán már észrevetted, hogy lábadnál az a boldogtalan, s ameddig csak te akarod, szerencsétlen Dorotea térdel. Én vagyok az az egyszerű porleány, akit te jóságodban vagy kedvtelésedre oly magasra akartál emelni, hogy a tiédnek mondhassa magát. Én vagyok, aki az erényesség határai közé zárkózva oly elégedett életet folytattam, míg a te sürgetésed szavára s igaznak és szerelmesnek látszó érzelmeid előtt visszavonultságom ajtaját meg nem nyitottam, s néked át nem adtam szabadságom kulcsait. Kevésre becsülted ezt a nagy ajándékot, mert lám, itt találtál rám, ahol rám találtál, és én is úgy látlak, ahogyan látlak. Azonban korán sem gondold, hogy talán a becstelenség léptei hoztak ide, egyedül a fájdalom és szomorúság vezetett, mert te elfelejtettél. Azt akartad, hogy a tied legyek, annyira, hogy most már hiába kívánnád, hogy másképp legyen, mindig az enyém maradsz.
Gondold meg, drága uram, az előkelő szépségért, aki miatt engem elhagytál, kárpótlást nyújthat az a páratlan hajlandóság, melyet én érzek irántad. Te nem lehetsz a szép Lucindáé, mert az enyém vagy. Ő sem lehet a tied, mert Kardénióé. S ha jól meggondolod, bizonyára könnyebb lesz a te vonzalmadat afelé hajlítani, aki imád, semmint igaz szerelemre kényszeríteni, aki tőled olyannyira idegenkedik. Te zavartad meg gondtalanságomat, te kísérted áltatlanságomat. Helyzetem nem volt ismeretlen előtted, s jól tudhatod, mennyire megtettem minden kívánságodat. Semmi szín alatt sem mentegetőzhet el csalódással. S ha így van, pedig csak ugyan így van, s te épp oly jó keresztény vagy, mint amilyen lovag, miért húzod halasztod oly sokáig, hogy engem végül oly boldoggá tégy, mint eleinte? S ha nem akarsz az igaz és törvényes hitvesednek elfogadni, pedig hitvesed vagyok, engedd meg legalább, hogy rabszolgád lehessek, mert engem már az is boldoggá, szerencsésé tesz, ha a te hatalmad alatt állhatok. Nem szabad megengedned, hogy a világ nyelvére vegye gyalázatomat, ami megtörténnék, ha te magamra hagynál, és megvonnád tőled gyámolításomat. Ne szerezz oly gyászos öregséget szüleimnek, mert nem érdemlik, hiszen hű jobbágyként szolgálták szüleidet. S ha nekem úgy látszik talán, hogy véred elfajul, ha az enyimmel vegyíted, gondold meg, hogy igen kevés vagy semmi nemesség sincs a világon, amely ne ilyen nyomon járt volna, ha az előkelő nemzetségnél nem a nők nemesi származására helyeznek súlyt. Az igazi nemesség különben is az erény, s ha megtagadod tőlem, amivel jog szerint tartozol, nem vagy erényes, és én sokkal méltóbb vagyok a nemes nevezetre, mint te magad. Egy szó, mint száz, végre is, uram, akár akarod, akár nem, én a te hitvesed vagyok. Tanúm saját szavad, amely hazug nem lehet, ha azt becsülöd magadban, aminek hiányáért engem lenézel. Tanúm lesz ígéreted, s tanúm az ég, mert bizonyságul hívtad, hogy állod majd szavadat. S ha nem sújtana le rád, tulajdon lelkiismereted kiált majd fel, örömeit közepette, eszedbe juttatja, amit mondtam, és megzavarja a legboldogabb szórakozásodat és kedvtelésedet. Oly megindulással s oly sűrű könnyhullatás közt mondta mindezt, s még egyebet is a megkeserített Dorotea, hogy a Don Fernando kíséretéhez tartozók, s a többi jelenlevők is meg nem állhatták, hogy vele együtt ne könnyezzenek. Don Fernando némán hallgatta végig. Dorotea pedig szavai végeztével oly keserves sóhajtásban és zokogásban tört ki, hogy igazán ércből kellett volna a szívnek lennie, ha ennyi fájdalom láttára el nem lágyul. Lucinta nem győzte eléggé nézni, és éppen annyira megszánt a szenvedésért, amennyire bámult a szépségéért és elmészségéért. Kész is lett volna oda menni hozzá, hogy legalább néhány vigasztaló szóval bátorítsa. Azonban Don Fernando nem bocsátotta el, még mindig átkarolta. Don Fernando alig tudott hova lenni zavarában és meglepetésében. Végre nagy sokára, mialatt tekintete folytonosan Dorotean függött, kitárta karját, eleresztette Lucindát, és így szólt. Győztél, bűbájos Dorotea, győztél, s nincs az a vakmerőség, amely ennyi igazságot le tudna tagadni. Lucindát egészen elgyengítette ájulása, majdnem földre rogyott, amikor Don Fernando elbocsátotta. Azonban Kardénió, bár az imént Don Fernando háta mögé vonult, hogy fel ne ismerje, a közelben lévén most minden félelmet félredobott, semmivel sem törődve Lucindához rohant, felfogta, s így szólt. Ha az irgalmas égnek úgy tetszik, és azt akarja, hogy te immár nyugalmat is találj, hű, álhatatos, szépséges, kedvesem, azt hiszem, sehol sem pihenhetsz meg úgy, mint ölelő karomban, hisz öleltelek már máskor is, amikor a jó szerencse még megengedte, hogy enyémnek mondjalak. Lucinda e szavaknál Kardénióra emelte szemét, már előbb is úgy vélte, megismerte hangját, de most szemtől szemben is meggyőződvén, hogy csak ugyan ő az, minden illendőségről megfeledkezett, s majdnem egészen magán kívül átkulcsolta nyakát karjával, s arcát Kardénióéhez szorítva így szólt. Igen, te kedves uram, te vagy rabszolganőd igazi birtokosa, akármennyire tilalmazza is a mostoha sors, s akármennyi veszedelem fenyegesse is ezt az életet, amely egyedül a tiéd. Ez a látvány fölöttébb meglepte Don Fernandót és a körülállókat,
S a különös találkozás csodálkozással töltötte el valamennyi őket. Doroteának úgy tetszett, hogy Don Fernando elsápad, fenyegető állásba helyezkedik, és mintha Kardéniót akarná megtámadni, kardjához kap. Ezért hirtelen elhatározással átkarolta Don Fernando térdét, megcsókolta, s oly szorosan átfogta, hogy meg sem mozdulhatott, és sűrű könyhulatás közben is így szólt hozzá. Mit akarsz cselekedni, én egyetlen menedékem, ebben a váratlan, válságos pillanatban? A te hitvesed itt térdel lábadnál, akit pedig feleségeddé akartál tenni, saját férjét öleli. Gondold meg, illenéke hozzád, s képes lennéle megváltoztatni, amit az ég rendezett el. Helyesen tennéd, de ha azt akarnád magadhoz emelni, s veled egyenlővé tenni, aki igaz ügyében, álhatatosságára támaszkodva, mit sem törődik azzal, mi illik, s mi nem, s tulajdon szemed előtt áztatja szerelmes könnyével igazi férje arcát és kebelét. Kérlek a mindenható Istenre és saját méltóságodra, hogy ez a szemmel látható kiábrándulás ne növelje haragodat, sőt ellenkezőleg csillapítsa le, és engedd meg nyugodtan, békén, hadd legyen egymásé a két szerelmes, hogy boldogok legyenek, ameddig csak az ég megengedi nekik. Ezzel teszel bizonyságot fenkölt és nemes szíved nagy lelkűségéről. Ezzel győzöd meg a világot, mennyire hatalmasabb benned a józan megfontolás, mint a szenvedély. Kardénió, bárha karjában tartotta Lucindát, míg Dorotea beszélt, nem vette le szemét Don Fernandóról, és elhatározta, ha észreveszi, hogy valami támadó mozdulatot tesz, ő minden módon védeni, oltalmazni fogja magát, bárki roncson is rá, még ha az életébe kerül is. E pillanatban azonban Don Fernando barátai, de a pap és a borbé is beavatkoztak. Valamennyien a jelenet szemtanúi voltak, nem különben a derék Sancho Panza. Majd körülvették Don Fernandót, s kérve kérték, hajtson a szép Dorotea könnyeire, s minthogy kétségkívül mind igaz, amit mondott, ne engedje, hogy csalatkozzék jogos reményeiben. Gondolja meg, nem lehet, amint látszik, puszta véletlen, hanem igenis az ég különös gondviselése, hogy valamennyien olyan helyen találkoztak, ahol legkevésbé gondolták volna. Ne feledje, tette hozzá a pap, hogy Lucindát csak a halál fogja elválasztani Kardéniótól, és valamelyik kard éle elválasztaná is őket, még halálukban is boldogok maradnak. És hogy az ilyen megmásíthatatlan esetekben az a legbölcsebb, ha az ember önmagát legyőzve nagy lelkűséget tanúsít, és megengedi, hogy mások saját tetszésük szerint élvezzék az ég ajándékát, a boldogságot. Fordítsa szemét figyelemmel Dorotea szépségére. Úgy fogja tapasztalni, hogy párját csak alig vagy éppenséggel nem találhatja. Még kevésbé találhat olyat, aki még felül is múlná. És Dorotea az alázatosságot, s legrajongóbb szerelmet kínálja szépségével együtt. Mindenek fölött pedig gondolja meg, ha lovagnak és kereszténynek tartja magát, nem lehet szentebb kötelessége, mint az, hogy megtartsa adott szavát. És ha megtartja, Istennek megadja, amivel tartozik, és a jóindulatú embereknek tetsző dolgot cselekszik, akik tudják és belátják, hogy a szépség származék bár alacsonyabb sorból, ha becsületességgel párosul, bármi magasra emelkedhet, bármi ranggal felér, és nem hoz szégyent arra, aki magához emelte. Senki rossz néven nem veheti, ha a szerelem hatalmas törvénye előtt meghajlunk, feltéve, hogy ez a szerelem nem bűnös. Támogatták, sőt, tódították a többiek is ezeket az érveket, és végül Don Fernando fenkölt szíve, utóvégre nemes vér buzgott benne, ellágyult, s meghajolt az igazság előtt, hiszen sehogy sem lehetett volna tagadni. S a jó akaratú rábeszélés hatására lehajolt Doroteához, átölelte a leányt, és így szólt hozzá. Kelj föl, kedves hölgyem, mert nem illő, hogy előttem térden álljon az, akit szívemben hordozok. S ha mindeddig nem úgy viselkedtem, ahogy mondom, talán ezt is az ég rendelte így, hogy lássam, mély híven szeretsz, és meg tudjalak becsülni, ahogy érdemled. Csak arra kérlek, ne vesd szememre rossz magatartásomat, nagy ballépésemet, mert lásd, ugyanaz az erő és hatalom ösztönzött arra is, hogy ne a tiéd legyek, mely most arra lendít, hogy a magaménak elfogadjalak. S hogy ez valóban így volt, tekintsd csak a most már boldog Lucindát, és mentséget találsz minden hibára.
és ha ő meglelte és elnyerte, amit óhajtott, én is megtaláltam benned, ami teljessé teszi boldogságomat. Ám éjjel Lucinda nyugodtan és háborítatlanul számtalan boldog esztendőt Kardéniójával, és én térdre borulva fogom kérni az eget, hogy ugyanúgy élhessek az én Doroteámmal. E szavak után újra megölelte, megcsókolta oly gyengéden, hogy könnyei, szerelmének és bűntudatának csalhatatlan jelei majd kicsordultak. Lucinda és Kardénió és a többi jelenlevő nem tudott ennyire uralkodni magán. Ki a maga, ki meg a másik boldogságát könnyezte meg, úgyhogy az ember majd azt hitte, valamennyi őket közös nagy szerencsétlenség sújtotta. Még Sancho Panza is ríva fakadt, bárha ő, amint utóbb bevallotta, assiratta, hogy Dorotea nem az a bizonyos Mikomika királynő, akitől ő annyi gazdag ajándékot remélt. A közös sírás és csodálkozás jó darabig eltartott. Végre aztán Kardénió és Lucinda Don Fernando elé térdelt, s oly meleg szavakban fejezték ki hálájukat jóságáért, hogy Don Fernando alig tudott válaszolni, csak felemelte, s a legnagyobb szeretettel és bensőséggel magához szorította őket. Ekkor aztán azt a kérdést intézte Doroteához, hogy hogyan jutott ide oly messziről szülőfalujától. A leány röviden és értelmesen elmondta mindazt, amit előbb már Kardéniónak is elbeszélt, s Don Fernando és kísérete élvezettel hallgatta, nem bánták volna, ha az elbeszélés sokkal részletesebb is, olyan vonzón adta elő szerencsétlen vándorlását Dorotea. Mikor befejezte, Don Fernando mondta el, ami a városban történt véle, attól a perctől fogva, midőn Lucinda kebelében a leleplező levélkét találta. Hogy a hölgy Kardénió jegyese, s így nem lehet Don Fernandoé. Bevallotta, kész lett volna megölni, s meg is teszi, ha a leány szülei meg nem akadályozzák. Megszégyenülve, s a legnagyobb haraggal távozott a házból. De feltett szándéka volt, hogy kedvezőbb alkalomra tartogatja bosszúját. Másnap értesült, hogy Lucinda eltűnt szülei házából, és senki sem tudja megmondani, hova lett. Végre aztán több hónap múlva hírét vette, hogy kolostorba vonult, s egész életét ott akarja tölteni, ha már nem élhet Kardénióval. Mielőtt ő ezt meghallotta, azonnal maga mellé vette az itt levő három lovagot, s oda mentek, ahol Lucinda tartózkodott. Beszélni nem akart a leánnyal, attól félt, hogy a zárdabeliek, ha jelenlétéről értesülnek, még óvatosabbak lesznek. Megvárta hát, amíg egyszer nyitva nem találta a zárda kapuját, akkor két társát kívül hagyta őrségül, a harmadikkal pedig bement, hogy felkeresse Lucindát. A leány éppen az előcsarnokban beszélgetett egy apácával. Mihelyt megpillantották, szó nélkül magukkal hurcolták és előkészített rejtekhelyre, s mindezt biztonságosan vihették végbe, mert a kolostor szabad területen épült, jó távol a falutól. Lucinda rögtön elájult, mihelyt látta, hogy Don Fernando hatalmába jutott. Mikor aztán megint magához tért, egyebet sem tett, csak sírt és sóhajtozott, de nem szólt egyetlen szót sem. Így értek mély hallgatás és megmegújuló sírás közepette eddehez a vendégfogadóhoz, melyet ő most már mennyországnak tart, hiszen a föld minden boldogtalansága megszűnt és véget ért számára.